Seibert Ruber Gyula legújabb könyvét mutatták be Miskolcon. A főként történelmi témákkal foglalkozó író most saját életét vetette papírra. Távol-keleti utazásairól, életének legmeghatározóbb lélekútjáról írt. A Ne add fel soha című kötet a Súlyom embere küldetése, a Szabadság és halál útján című trilógia első kötete. Miskolc egyik történelmi éttermében mutatták be Seibert Ruber Gyula történelmi regényíró legújabb kötetét. A Súlyom embere küldetése, a Szabadság és a halál útján című kötet azonban nem egy történelmi eseményt mutat be. Annál sokkal személyesebb a könyv, hiszen a szerző élete egyik legizgalmasabb időszakáról ír, a távoli vadregényes Dél-Kelet-Ázsiában. Mikor eljutottam Távol-Keletre, már hogy 40 éves voltam, de mindenképpen a gyerekkori álmomat meg szerettem oda valósítani, végigmenni Körösi Csoma Sándor útján, és eljutni Ujguriába, a Tari-medencébe, ahol úgy feltételezte Körösi Csoma a magyarok őshazáját. Seibert Ruber Gyula könyvében azt is leírja, hogyan lett tibeti szerzetes, hogyan találkozott ősi törzsekkel, és hogyan küzdött az életéért a dzsungelháborúban. Ott végelőben belesodródtam, és hát ha az ember túl akar élni, akkor kezébe kell venni egy fegyvert, és úgy valahogy, amikor rátörnek egy falura a kormánycsapatok, akkor védekezni kell, hogy életben maradjon. Hát ezt is leírom természetesen a regényeimben. A kötetben rengeteg kalandról számol be, az író szerint mégis a szellemi kutatás az alapja, ami a magyarság őstörténetével és vallástörténettel is foglalkozik. A most kiadott könyv a Súlyom embere küldetése, a Szabadság és halál útján című trilógia első kötete.